Üdvözlök mindenkit, szervusztok srácok, én Rock vagyok, és a mai nap hoztam nektek egy hajó bemutatót, mégpedig nem más, mint a Tier 9-es Georgia végső változatát, ugye ez most már bekerült a játékba, és megszerezhető mindenki számára. A hajó az Armory-ban található meg, ugye majd itt. 228 ezer szénér lesz megvásárolható, illetve már nem lesz, hanem most már megvásárolható. De, ha jól nézitek a képernyőt és olvassátok, akkor láthatjátok, hogy van egy nyereményjáték csak nálam. Csak nálam, csak most, csak nektek. Easybe. Tehát a nyereményjáték nem szól másról, mint hogy sorsolok nektek egy ilyen típusú hajót Twitch-en az egyik streamben. Erről bővebb infót, hogyha követitek a Facebook oldalamat, amit a leírásban is megtaláltok, akkor erről értesülhettek. Tehát ha szeretnél magadnak egy ilyen hajót, akkor kövess be a Facebook oldalt, hogy mindig értesülj az ilyen eseményekről, hiszen ez már nem is tudom hányadik hajó sorsolás nálam, illetve folyamatosan vannak konténer sorsolások, és egy nagyon frankó kis közösség kezd kialakulni a chaten is. És gyere is nézd a Twitch-et, és legyen szerencséd, nyerd meg nálam ezt a hajót magadnak, miáltal nem kell szénér megvásárolnod, és már is használhatod a járgányt, ha te vagy a szerencsés. De tulajdonképpen a nyereményjátékról egyelőre ennyit, többit pedig Facebookon el tudjátok majd olvasni. Lépjünk tovább a hajóra, nézzük meg az Armor layoutot. Ugye az Armor layoutunk körülbelül ennyit takar, hogy ha megnézzük a teljes páncélzatot, 32 mm-es az orrész, deckpáncélja, illetve az oldalsó páncélja, illetve 38 mm itt a armor belt, illetve a többi páncélzat, illetve az alsó víz alatti 32, viszont a felső páncélzat megint 38 mm, a hátsó karok résznél pedig szintén 32 mm-es páncélzat található oldalt, illetve a decken is. Ugye, ha levesszük az oldalsó, illetve felső és a deck páncélzatot, akkor láthatjuk az elénk táruló citadellát, ami, ha jól megnézitek, bizony-bizony a víz alatt van. Ergo, nem olyan egyszerű őt megcitázni, mint gondolnánk. A páncélzat 297 mm, illetve 163 a citadellának, illetve frontból a szokásos módon ugye valamelyest megcitázható ebből a szögből. Várjatok, mindjárt mutatom így föntről. Tehát így ebből a szögből, ha bebírod ütni, akkor itt is cita. Hát így röviden az Armor layout az szerintem ennyiben kiismerül. És lépjünk tovább, nézzük meg a hajó több adatait. Egy pillanat türelem, oké, megy minden hang. Tehát életerő pontunk, Tier 9-es hajó révén 74.100 életerő pont, nem pakolunk kapitány skillbe HP-t neki, tudjátok. Torpedóvédelmünk 26%, szerintem teljesen korrekt, elfogadható. Egyébként nem a Missouri hajótest, amit itt látunk, hanem ez egy változtatott hajótest. Meg nem mondom nektek, hogy melyik, én annyira nem vagyok belemerülve így a témába. Nézzük a fő fegyverzetünket, ami nem más, mint 3x2 darab, azaz összesen 6 darab csövünk van csak, gyerekek. Igaz, hogy 4,57, de csak 6 darab. Ez szerintem nagyon kevés lesz, de mondjuk úgy, hogy mentem bele nagyon jó kört, és nem egyet és nem kettőt. Az újratöltési időnk 26 másodperc, 180 fokban a tornyok képesek 38,3 másodperc alatt fordulni,
maximum dispersion 193 méter, a HL damage 6450, 43%-os gyújtással, elnézést kérek a háttérzajért, 76 méteres páncélátütéssel, illetve az AP alpha damage-ünk 15750, a lőtávunk, mint látjátok, 20 km, és az AP lövedékünk elég lassúcskának mondható, szóval nagyon sokszor lesz olyan, hogy ilyen plancsing fire-be, szóval ilyen, tudjátok, fölülről bepottyanó lövedék lesz a nyerő, illetve a HE lövedékünk 800 méter per szekundummal, de nem nagyon fogunk ezzel a hajóval HE-t lőni, én szerintem. A végső változtatásokban a hajó kapott egy buffot, egy úgynevezett másodlagos buffot, messzebbre visz a másodlagos lövegünk, így 11,3 km érhető el vele maximális lőtávnak, 20 mm-es páncélátütés, ugye ha ezt megfigyeljük, ez elég kevéske bizony. Tehát nagyon sokszor van az, hogy van 300 találatod másodlagosra, de körülbelül sebeztél 3000-et. És ez azért van, mert nagyon pici az átütése. Viszont messzire lő. Ha nem raksz rá kézi másodlagos, akkor is aránylag pontos egyébként. Persze RNG függő lesz ez a történet is. Nézzük a légvédelmet, elviekben 78 pontot kapott a légvédelem. Gyakorlatban nem tudom, hogy van-e valóban annyi. Ugye 685 a rövid távú DPM-ünk, illetve hát sebzésünk. Ugye itt nincsenek felhők, semmi ilyesmi, csak a golyószúró által elkövetett sebzés, ugye mi újság. A közepes hatótávon van 1183-as flat damage, tudjátok, az a felhő, az annyit sebez egy repülőn, illetve a folyamatos 592. A hosszú távonál viszont a felhő 1860-at sebez, de kevesebbet sebez a sima golyó általi találat. Itt szerintem ennyi elég is a légvédelemről. Egyébként elvileg jó, gyakorlatilag én annyira nem dicsérném a légvédelmet. Lehet, hogy azért, mert annyira nincs rá kihúzva. Manőverezhetőségnél megtaláljuk ugye a sebességi talajónak 34,6 csomó. Ellenben ez majd még változni fog, majd hamarosan meg is látjátok, hogy miért, hogyha rátérünk a modulokra. Fordulókör 890 méter, rudder shift, a kormánylapát fordulása 16,5 másodperc, ilyen átlagos történetnek mondható el. Konszín mentünk 13,3 km, levegőből pedig 9,2 km. Nézzük meg a modulokat. Upgrade-eknél én használom, mivel a másodlagosban annyira nem bízom, inkább főágyúban lőnék nagyobbat, ezért főágyú inkább mentem rá, illetve kisebb esély a gyújtásra, illetve a floodingra. Ide ugye berakható lenne a lőtáv, ha valakinek azt tetszik, illetve a légvédelem. Ez több felhőt tesz lehetővé. Tehát mitől nem 5 felhőt lősz a légvédelemmel, hanem 7-et. Valahogy így tudnám a legegyszerűbben elmondani. És hát én a másodlagost hagytam most rajta. Mindenki eldönti majd magának, hogy melyik neki megfelelő. A következő slotba került nálam a kanyarka helyett kisebb, rövidebb ideig égjél, illetve floodingoljál. Aztán a rejtőzködés, és végül a pontosság. A pontosságot esetleg le lehet cserélni. Hát ezt nem ajánlom, tehát a szekundárit azt nem. Föl lehet dobni rá ugye a gyors töltőkét, tehát a töltés gyorsítót. Így most 26 alatt tölt a hajó, hogy a pontosság van fönn rajta. De ezt föltesszük, akkor 23 másodperc alatt fog tölteni, 22,9 másodperc,
illetve egy olyan 20 méterrel nagyobb lesz a szórásunk. Szóval mindenki döntse el, hogy neki melyik lesz a megfelelő. És térjünk át az érdekességek tárházába. Nos, a szokásos DCP prémium fogyóeszköz, 5 darab élettöltő, ide föltehető egyszer spotting, vagy pedig fighter. Én a spottingot használom a 20 km-es lőtáv miatt, és nekem így ez adja valamelyest. Utolsó szlotba pedig került egy olyan, hogy 15%-kal megnöveli a sebességünket, ami azt teszi lehetővé, hogy 180 másodpercen keresztül olyan 38-39-re borítjuk a pályát jobbra-balra, amerre akarjuk, mert úgy megyünk a vízen, mint a serlők körülbelül. Tehát ezen a hajón működik is a boost, nem úgy, mint például a franciáknál a Republikon, hogy rányomod és ilyen, igen, mi változott? Ja, semmi, oké. De legalább elhasználtál egy fogyóeszközt. Arra kérem, de nem is a franciákról van szó, hanem ugye az amerikaiakról. Hát a modul az itt ennyiben kimerült, átnézzük még gyors, hogy én milyen zászlókat használok. Ugye egyszer használom a REM zászlót, illetve a detonation ellenit, rövidebb ideig égjek. A REM zászló helyett esetleg fölrakható még a rövidebb floating time, illetve valamennyivel több HP-t tudok visszatölteni. A speed zászló, akkor a fogyóeszközök, illetve a, mondjátok már, rövidebb betöltési idejét teszi lehetővé. Aztán a másodlagos lőtávja, illetve reload time-ja és dispersionjének a buffja, illetve a légvédelem buff zászlókat használom. A kamója, ugye jár vele egy prémium kamó, aminek színe változtatható is. Meg is mutatom, hogy milyenre. Azt mondja, hogy ilyenre. Tehát ez a két variation van. Illetve a szokásos rejtőzködés, dispersion történet, illetve 20% fenntartási költség és 100% XP boost. Jaj, elnézés, boost tapasztalható az ő festésén. Nos, hát röviden ennyi lett volna ez a hajó bemutató, de ugye jó szokásunkhoz híven meg fogunk nézni egy csatát vele. Szándékosan nem a legjobb csatát, de nem is a legrosszabb csatát választottam ki nektek. Úgyhogy szerintem kezdjük is el, és nézzünk bele. Nos, kérem szépen, ugye nem a csata legelején csatlakoztunk be, hanem egy pár perc eltelt, ahol már megkezdődik a csatározás jellegű történet. Többször is észrevehetitek majd, hogy kevés ez a 6 darab ágyú én szerintem. Ellenben nekem nagyon jól működött credit farmra. Tehát ilyen másfél millát pattintottam például ezzel a körrel. Holott ha megnézitek, majd túl nagy damage-t, hát nem osztok ki vele igazándiból. Állítunk egy picit a zene hangerején, hogy ne legyen annyira hangos. Most meg talán túl halk a játék zenéje, meg olyan tök egyöntetű. Ugye a görög pályán vagyunk. Görög? Azt hiszem görög pálya. És ez most került be nemrég ez a pálya. Gondolom elég sokan találkoztatok már vele. Egy pillanat türelem. Kicsit visszarakunk a zenére, illetve megváltoztatjuk. Egy ne. Okay. És itt lesz egy érdekesség. Ezt nem is értettem. Tehát áll a hajó. Elővöm magam, és annyira lassú az átélővedék, hogy nézzük, majdnem kigyorsítja
történet. Pedig ő neki ment egy másik hajónak, és még el is kellett indulnia. Szóval, hogy oké. Okay. Ha megfigyelitek, az ágyuk azért elég pontosak, sőt, ha megfigyelitek ebben a videóban, például nem full másodlagosra voltam húzva, hanem légvédelemre volt rárakva. Például a... mondjátok már a modul. Hát, szerintem ő megérdemel egy olyat, hogy rogy. Ez egy egyszerű feladat volt a számunkra. Ekkora ágyúval, ilyen pontossal, épa, elintézzük az ilyen lehetőséget. Túl sokat egyébként nem mentem a hajóval, mivel hát ugye elég sokat streamelek Twitch-en, és így mivel a hajót eddig nem lehetett bemutatni, ezért ugye nem nagyon tudtam használni. Így streamen kívül mentem bele egy pár kanyart. Igazándiból volt ennél jobb meccsem. De úgy nem találtam bele különösebben kivetni valót. Az egyetlen negatívum, tényleg még egy kettő darab torony elfért volna. Vagy úgy, hogy az első két ágyú hármas, a hátsó kettő. Aztán vagy úgy, hogy az első egyik az hármas, a hátsó szintén hármas ágyú. Valahogy így meg lehetett volna oldani azért, mert nagyon kevés ez a golóbb is. Ugye ezen a bilden nincs manuál másodlagos, de majd meglátjátok, hogy azért el találjuk bőven az enemit, viszont nem sebezzük őket. Közben rágyújtunk egy nótára, ahogy az lenni szokott. Megrottyant egy újabb hajó, 40 ezer damage-nél 2 kill, egy titkó. Hamarosan betölt újra a turbónk. Our victory is in sight. Megnézzétek, elég jól fordul a hajó. Be is töltött 3 percet. Repeszthetünk. Illetve ugye ennél a hajónál is még oda a második slotba be lehet tenni azt, hogy a turbót tovább éljen. És ha azt beteszed, akkor szinte egész meccsre rodeózhatsz a pályán. Egy jó 15 percig működik akkor. Hát már mindösszesen egy olyan 3-at elbírsz használni. Hát akkor bőven elég. Elég jó lenne a dispersion, meg mit tudom én, tényleg a lövedéksebességet kell megszokni nála, akkor gondolom azért sokkal-sokkal jobbakat lehet vele sebezni, mint amilyeneket én sebeztem, tehát ugye ezt majd is ki tudjátok most már próbálni. És credit farmra mondom még egyszer, nagyon jó, persze nyilván kell rá kredites festés, mármint Gamescom, vagy az a fehér színű, tudjátok, vagy bármi, ami plusz kreditet ad, illetve azon zászlók tömkelege, amiket például nálam a csatornán szoktak lenni CC konténer sorsolások, és amikor mondjátok, hogy hát 50 darab ilyen zászlót adott meg, mit tudom én, na, azok a zászlókat máshol nem bírod megszerezni, tehát nem kapható prémium shopban, hanem csak így ládákból nyitható. Így azoknak a zászlóknak is azért elég jelentős értéke van. Meg persze, ugye a CC konténerekből nyitható Tier 8-os hajó is. Meg rengeteg minden fém, szén,
ami kell, tényleg minden is van benne. Na de nézzük a játékot közben. Egyébként spotterepülővel valahogy olyan kormányosan kell lőni. Ezt elég nehéz megtanulni, én nekem sem megy mindig. Főleg így, hogy nincs ilyen segéd célkereszten. Azt a fajta célkeresztet használom ugye eredetileg, ami simán csak 10 szintesben mutatja. Van egy ilyen pókhálószerű, hogyha sokat használsz például spotter repülőt, hogy azzal öldöző, akkor érdemes föltenni, míg megtanulod, mert nem pont 45 fokos szögbe megy föl a repülő, és nem pont 45 fokos szögbe látod a hajót, és ezért olyan csalóka. Kapitán, torpedók előtt. Kapitán, torpedók előtt. Megnevezd motor teljesítmény, kikapcsolóra. Most így a meccset nézve egyébként, azért elfér rajta az a turbóka növelő, ami ugye 5 percre vinné fel a turbóidőnket. Mert most is elég hamar azért lejárt ez a 2-3 perc, amit tartott. Nézd már, halacskák balról. És jól jön a turbó. Ugye egyik pontról a másikra nagyon hamar oda lehet érni vele, bár így is ugye 34-jel képes menni a hajónk. Nem is figyeltem igazándiból, hogy a videóban valahol kiebírtam használni, hogy na csont egyenesen átrobogni valahova. De mondom, hogy a 39 tájékán repeszt a hajó. Úgyhogy még a lassabb DD-k sincsenek biztonságban tőlünk olyan szempontból, hogyha tudjuk, hogy hol van, illetve ráfele megyünk, akkor ugye azért tudjuk őket kergetni. Tehát nem az a hagyományos, hogy maradt egy DD, és akkor tulajdonképpen nem bírsz vele mit kezdeni, mert olyan lassú a hajót, hogy úgyis csak előbb-utóbb beleszaladt torpedóival. Itt valamennyi esélyünk azért van, hogy bebírjuk cserkészni akár őket is egy meccs végén, vagy ilyesmi. Mondom, a lassabbakat, tehát nem azt, amelyik 45-tel megy, meg a, nem a franciákat, amik 55-tel, tehát nyilván azokat nem. Átlagban egyébként ilyen, hát nem is tudom, ilyen 6-8 ezres szalvók sikerültek ezen a meccsen. Ha megnézitek, nincs rajt pontosság, és mégis eltaláljuk. Viszont nem sebezzük, ha nézitek a damage számlálót, akkor nem pörög. Tehát ilyen ijeszgetőnek jó. És valahol ugyanezt tapasztaltam a masszatnál. Azt mondjuk hirtelen így fejből nem tudom, hogy az ilyet tájtől le lehet rárakni, hogy számítana valamit. De ez már majd kiderül hamarosan a számotokra is. Ugye látjátok, a páncél azért elég jól működik. Bár itt pont úgy fordultam, nem is értem, mi volt ez a manőver, hogy... Ja, de vágesz. Ugye jön mögöttem a tirpic, próbáltam annak is valamilyen szögbe lenni, illetve ennek is valamilyen szögbe lenni, ezért fordultam vissza. Okáj, beugrott a téma. Megint egy 9000-es szalvó, pedig azért elég jó szögbe megy nekünk az EU-ba. Elnézést. Az érdekesség az lesz, hogy a másodlagosunk nyírja ki. What? Hogy eddig még nem sebzett. Vagy lehet, hogy kigyújtottuk, nem tudom, de nem, mert hát nincs is gyújtásom, úgyhogy másodlagosította be valahol. Lehet, hogy ellőttük rajta az egyik mentőcsónakot, és annak a HP-ja hiányzott pont. Egy tirpic maradt, aki jön felénk, illetve a CV. Our victory is in sight. Úgy gondoltam, hogy mivel vannak torpedói,
nem feltétlenül jó rohannom felé, mert egyrészt neki is vannak másodlagosai, kigyújt, stb. Azért ő neki elég jól ütnek a másodlagos ágyúi. Viszont tudtam, hogy a fő ágyúval nagyon nem bír sebezni, ameddig szögben tartom magam. Ugye előtte magát nem kellett tartanom, hogyha roadside fordulok, akkor esetleg meglő. Tokosba belassítunk, míg leesik rólunk a spot. Majd a hegyen átnézve láthatnánk, hogy merre fordul, illetve merre állnak az ágyúja, amit hamarosan szerintem meg is fogunk tánni. És itt kapcsoltam, hogy hoppá, egy hegy van előttem. Hát itt már mindegy volt, de ha korábban átnézek a hegyen, akkor látom, hogy az ágyújban nem rám figyelt, tehát nyugodtan befordulhattam volna úgy, hogy felé megyek. Most oké, hogy torpedót nyertem volna így is, úgy is. Mert ugye nyilván előtte tudta, hogy ki fogok jönni ezen a oldalon. Viszont én marha meg nem néztem a hegyet. Tehát garantált a három torpi, és a végére megmaradt a CV. Ő szerintem itt már föladta igazándiból is. Ennyi a történet. Kettő darab cippó. És nagyon lövi mindenki, vajon miénk lesz a kill? Hopp, van még benne élet. Ott mennek a mi skulóink. Igen! És egy kráken lett a jutalmunk. Nos, kérem szépen, hát ennyi lett volna ez a bemutató, én remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor esetleg egy lájkkal jutalmazzátok. Illetve, ha nem vagy még feliratkozva a csatornára, és szeretnél hasonló tartalmakat, vagy egyéb hajós tartalmakat látni, akkor pedig iratkozz fel a csatornára, mind a YouTube-on, mind a Twitch-en, illetve kövess be a Facebook oldalt is, hiszen rengeteg info ott lát napvilágot először. És ugye ott is zajlanak nyereményjátékok, illetve ne felejtsétek, itt a YouTube-on is folyik egy nyereményjáték, még pluszba ezen a nyereményjátékon kívül, ami most van. Tehát egyszerűen két nyereményjáték fut, ami nem másból áll, mint megtaláljátok a Gold Arena nevezető nyereményjátékot a videók között. Abba belenéztek a játékos neveteket, illetve hogy melyik szervere játszatok, kommentbe a videó alá odaírjátok itt a YouTube-on. És már részt is veszel a sorsoláson, ahogy eléri az 500 megtekintést a videó, úgy egyből lesz egy sorsolás a Twitch-en, amin tulajdonképpen azok az emberkék vesznek részt, akik kommentbe oda leírták a nevüket. Ugye azért lesz streamben a sorsolás, hogy nehogy az legyen, hogy én nekem jó pofiból valakit kiválasztottam, nem? Lényeg az, hogy normálisan sorsolva lesz. Ott egy darab CC konténer és egy darab orosz prémium konténer, ugye ami Dublonért vásárolható. A másik nyereményjáték, ugye ami a Georgiára vonatkozik, az pedig csak nálam lesz megnyerhető. Vadonat ingyen egy csillivilli új Georgia hajó tulajdonosa lehetsz, ha részt veszel a Twitch streamen, ahol a sorsolás lezajlik majd. További részleteket pedig a Facebook oldalamon kaphattok majd erről a nyereményjátékról. Én még egyszer nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, aki megnézte ezt a videót, és gazdagítja a közösségünket Twitch-en, illetve YouTube-on. Legyetek jók! Mindenkinek kellemes napot kívánok! Sziasztok!